Az első fordulóban kiesett favorit Jean-Luc Mélenchon szavazói dönthetik el a francia elnökválasztást. Párizs többségében, bevándorlók lakta Saint-Denis negyedében minden második ember a radikális baloldali politikusra szavazott, szociális reformprogramja miatt. Most azonban megoszlanak a vélemények. Van, aki hajlandó átszavazni Emmanuel Macronra, de akad, aki el sem megy voksolni. Egy valamiben mindannyian egyetértenek, vasárnap nem lesz jó választás. A legfrissebb felmérések szerint Mélenchon híveinek az egyharmada hajlandó a jelenlegi államfőt támogatni, a fele viszont messziről elkerüli majd az urnákat. Mi bőven kivesszük a részünket a kampányból azzal, hogy megkérjük az embereket, ne maradjanak otthon, és semmiképp se szavazzanak Le Pen asszonyra. Innentől Macron dolga, hogy elhitesse magáról, hogy ő a kisebbik rossz, magyarázta az engedetlen Franciaország egyik politikusa. Éric Coquerel azt is elmondta, már készülnek a júniusi parlamenti választásra, hiszen Mélenchonnak az első fordulóban sikerült maga mellé állítani a 7 millió franciát. Most arra van szükség, hogy számos mozgalom és kispárt is csatlakozzon az úgynevezett népi unióhoz, és így esélyük lesz a győzelemre. Az elemzők szerint akkor sem fog javulni Mélenchon és Macron kapcsolata, ha a szélső balosok tartják hatalomban a francia elnököt. Az országgyűlési választás egyfajta megerősítése az elnökválasztás második fordulójának. Mélenchonnak most nem mindegy, hogy átszavazásra, távolmaradásra vagy érvénytelen voksolásra buzdít, árnyalta a képet az Ipsos elemzője. A közvéleménykutatások 71%-os részvételi arányt várnak, ami kissé elmarad a 2017-estől. Célegyenesbe fordult az elnökválasztás. Péntek estétől kampánycsend lép életbe egész Franciaországban, hogy az állampolgárok nyugodtan végig gondolhassák, kinek a kezébe adnak hatalmat vasárnap. Cyril Fornéris, Euronews, Paris.